Anyagilag támogatni a szépkorúakat és közösséget építeni. Többek között ez a célja a 2014-ben Miskolcon indított Salkaházi Sára programnak. Az elmúlt 4 évben számos program kínált kikapcsolódást több ezer miskolci nyugdíjasnak. Részt vettek színházlátogatáson, szüreti mulatságon, főzőversenyen, most pedig kis vonattal kirándulhatnak. A sikertörténet töretlen népszerűségnek örvend az idősek körében. Ma reggel, immár negyedszer, mintegy 200 szépkorú utazott Garadnára. A kisvonat reggel 8 órakor indult a Dorottya utcai végállomásról, de már fél órával az indulás előtt sokan gyülekeztek a megállóban. A szépkorú a kedvencévé vált a program, ami, mint mondták, jó alkalom a találkozásra, beszélgetésre. A Salkaházi az nagyon jó program, összevonja az embereket, főleg a nyugdíjasok, akiknek azért nem olyan nagy a lehetőségük arra, hogy társaságba menjenek, itt összetalálkoznak, egy nagyon jó beszélgetés, többen, szinte majdnem mindenen részt veszünk. A vonaton Hubai György programigazgató üdvözölte az időseket. Ki is fogok menni önökhöz, mert azért úgy hallom, hogy szép programok, meg kellemes programok lesznek, és remélem, hogy jól fogják magukat ott érezni, és akkor lesz időnk arra, hogy kicsit beszélgessünk. A Salkaházi Sára program sikere megkérdőjelezhetetlen, mondta a programigazgató. Legyen az bármelyik évszakban, minden egyes rendezvény iránt óriási az érdeklődés, emelte ki Hubai György. Mindegyik kocsi tele van, tehát mondhatom nyugodtan, hogy a Salkaházi Sára programok keretében ez talán a legnépszerűbb, úgyhogy mi szervezők igyekeztünk az igényeknek megfelelően intézkedni, mert hisz tavaly évben 4 ilyen kirándulás indult, most egyel megtoldottuk, tehát még holnap is lesz egy. A vonat füty már az indulást jelzi, ami egyébként holnap is jelez majd. Pénteken is utazhatnak a szépkorúak a kisvonattal, amely holnap, idén utoljára, immár 5. alkalommal indul útjára Garadnára, a Dorottya utcai végállomásról.